Zsámbokon már 30 éve hagyomány, hogy az adventi időszakban ünnepi műsorral köszöntik a település szépkorú lakosait. Az idei ünnepségre 305 meghívót küldtek Zsámbok 70 év feletti lakóinak. Az eseménynek az elmúlt időszakban tetőszerkezet felújításon átesett József Attila művelődési ház adott otthont december 14-én. Amikor közeledik a karácsony, és a karácsonyi angyalok a földre szállnak, bekopogtatnak minden házba, megszólítanak minden embert, akkor válik igazán fontossá, hogy meghalljuk a kopogtatást, és bebocsássuk szívünkbe az angyalokat. Az angyalok kopogtatása lehet egy jó szó, egy hálás mosoly, és a karácsonyi angyalok szava volt az a meghívó is, amit az idősek karácsonyi ünnepségére küldtünk. A Zsámbok idősek karácsonyán megjelenteket elsőként Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Lassan itt a karácsony. Kis nagyon szerény ajándékot hoztam, mert remélem jut mindenkinek, hát ennyi embernek mit hozhatok. Hoztam egy kis szaloncukrot, meg majd egy karácsonyi verssel szeretnék önöknek kedveskedni, de szeretnék a falunak is ajándékot hozni. A polgármester asszony most adott át egy listát nekem, hogy mi is hiányzik itt még Zsámbokon. Elég sok minden. Ez a kapásból ez a lista, ez egy olyan 500 000 000 forint, hogy itt összeadtam. Azt nem ígérem persze, hogy én mindent meg tudok oldani majd jövőre, de én jövőre nagyon sok beruházás avató ünnepségen szeretnék részt venni, és ezt nem véletlenül mondom. Úgy néz ki, hogy lesznek olyan források, amelyek eddig Pest megyei települések számára nem álltak rendelkezésre, és ebből én nagyon bízom benne, hogy jó néhányit leírt dolgot meg tudunk majd önökkel együtt, közösen a képviselőtestülettel, hivatallal együtt valósítani. Tehát úgy néz ki, hogy a hazai költségvetési források azok biztosítanak majd mozgásteret az ilyen kis települések, meg persze nagyobb települések beruházásainak a végrehajtására is, meg hát ezek biztosítanak olyan mozgásteret, amit a nyugdíjasoknak ígértünk, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke nem fog csökkenni, meg az olyan szerény ajándékokra is, amit például a nyugdíjasok most már a napokban meg fognak kapni. Kérem, úgy vegyék ezt, hogy ez egy gesztus, hogy szeretnénk megköszönni a nyugdíjasoknak az egész életükben elvégzett munkát, amit azért végeztek, hogy ez az ország ezt tudjon gyarapodni és előrelépni. És ahogy ígértem, ezt ne vegyék fenyegetésnek, nem Latinovics Zoltán színvonalon, de egy karácsonyi verssel szeretnék végezetül mindenkinek áldott boldog karácsonyt és boldog új évet és jó egészséget kívánni. Juhász Gyula verse karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Köszönöm szépen a figyelmet! Zsámbok polgármestere Holló Ilona ünnepi köszöntőjében a 2016-os esztendő eredményeiről is beszélt. A karácsony, a családok ünnepe, és én hiszem, hogy Zsámbok község lakossága is alkot egyfajta családot önökkel együtt. Ezért jöttünk össze a templomban, az adventi koszorunk gyertyáinak meggyújtására vasárnaponként, és ezért díszítettük fel a falu karácsonyfáját, építettük meg az ember nagyságú Betlehemünket, fogadtuk a betlehemi lángot. Hogy mi kerül most a feldíszített fa alá ajándék gyanánt? A közös várakozás, az együttlét, a szeretet és a megbecsülés, amely a legszebb ajándék, amint a Szent Család, Mária és József is a szegényes jászolban
a legnagyobb szeretettel várta a megváltó születését. Szeretettel, köszönettel gondolunk Önökre. Adjuk át örömmel a nem sokára kezdődő köszöntő ajándékműsort, amely szeretetünk és megbecsülésünk jelképe. Az év vége a számadás időszaka, végig gondoljuk az évet, és tervezzük a jövőt. Sok új feladatot sikerült megvalósítanunk, néhányat a sok közül. Aszfaltos felületet kapott 700 méter hosszban a Szent István utca, 500 méter hosszban a Szent Erzsébet téren műemléki téglakőjárdát építettünk, megépült az autóbusz megállópár a Kossuth utcában, új szabadtéri elemekkel bővült a szabadidőpart, az életveszélyessé váló művelődési ház tetőszerkezetét, födémcseréjét nemrégen fejeztük be, felújítottuk az első-második világháborús emlékművet, támogatjuk az ösztöndíjjal a fiatalokat, és segítjük a rászoruló családokat. Termelünk zöldséget, ellátjuk az intézményi konyhát, szervezzük közösségi programjainkat, és támogatjuk a helyi közösségeket. Az egész évben zajló eredményekből most felidéztem a legszebb pillanatokat, és szeretném, ha annak minden szépségét, jóságát elraktározhatnánk a lelkünkbe. Szeretném, ha Önök is ezekből az eredményekből meríthetnének erőt. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye szebbé az ünnepeket. Lejjék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. Áldott békés, szereteteljes karácsonyt, és boldog, egészségben teli, minden jóban bővelkedő új esztendőt kívánok mindannyiuknak. Az idei évben is meghirdették a karácsonyi rajzpályázatot, melynek résztvevői a zsámboki óvodás és iskolás gyerekek voltak. A díjakat Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár és Holló Ilona Zsámbok polgármestere adta át. Az óvodások versenyében a harmadik helyezést Tóth Máté Hanna kapja. A második helyezett Kovács Rózsa Izabel. És az első helyezett Jermi István. Az iskolások versenyében alsó és felső tagozatosok versengtek. Először az alsó tagozatosokat szeretném mondani. Harmadik helyezett lett Gódor Zsombor András, negyedik osztályos tanuló. Második helyezett Halasi Kitti Brigitta, negyedik osztályos tanuló. És első helyezést ért el Becsánszki Zoé Sára, negyedik osztályos tanuló. Első tagozatosok versenyében harmadik helyezést ért el Tóth Bibiána Hanna, hetedik osztályos tanuló. Második helyezett lett Farkas Aida, hetedik osztályos tanuló. És első helyezett lett Bartos Lilla, ötödik osztályos tanuló. Szintén hagyomány Zsámbokon, hogy az idősek karácsonyi ünnepségén külön köszöntik a település legidősebb polgárait. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Búzás Józsi bácsit, aki 91 éves, nagyon jó egészségben örvend, mint már az elmúlt esztendőben is láttuk. Ő még maga jön fel a Kossuth-Lajos utcából, egyedül jár vásárolni, egyedül műveli a kertet, egyedül dolgozgat és ellátja magát. Szeretném köszönteni és átadni azt az ajándékkosarat, amit készítettünk, és reméljük talál benne sok olyan finomságot, ami az egészsége javára szolgál.
Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntöm, és legyen szíves ide fáradni dr. Koltai Györgyné, Rákóczi utca 24 szám alatti lakó, aki 1920. február 12-én született, februárban lesz 97 éves. Tegnap beszélgettünk sokat, és érdeklődtem, ilyenkor mit szokás feltenni, mit lehet arra válaszolni, hogy mi a hosszú élet titka. És hát a válasz, mi volt a válasz? Mert hiszen egész életében könyveléssel foglalkozott, közgazdászként végezte az életét, a munkásságát, állandóan a számok bűvkörében élt, és a mai napig, hogy úgy fogalmazhatunk, és ahogy fogalmazott is a néni, az agysejtjeit tornáztatja. Egészségesen étkezik, zöldséget és vitaminokat fogyaszt, rendszeresen keresztrejtvényt fejt, a televízióban a vetélkedő műsorokat nézi, és olvassa az újságokat. Úgyhogy nagyon-nagyon jó egészséget kívánhatunk, és szeretettel nyújtom át ajándékunkat, az ajándékkosarat. Köszönöm a megemlékezést, és nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet mindenkinek, és jó egészséget! Holló Ilona polgármester születésnapja alkalmából köszöntötte a település számos díjjal kitüntetett népiparművészét, Sós Józsefné Vera nénit, valamint Zsámbok elismert helytörténet kutatóját, dr. Tóth József tanárurat. Idén ősszel a József Attila Művelődési Ház már jó ideje felújításra szoruló tetőszerkezetét teljes mértékben lecserélték. Holló Ilona polgármester köszönetet mondott a kivitelező Exekotur Kft.-nek a felújításban végzett kiváló munkájáért, illetve Molnár Zsolt zsámboki díszítőfestőnek, aki a munkálatok alatt feltárt 116 éves falfestést rekonstruálta. A felújítás során a helyiség falain egymástól eltérő mintájú és stílusú díszítőfestéseket tártak fel. A falon rózsaszín virágmotívumok, a mennyezeten pedig egy rózsastilizált képe látható. Az épület folyosójának barokk festését Molnár Zsolt családtagjai és barátai segítségével mintegy másfél hónap alatt állította vissza eredeti állapotába. Bíró Zsigmondról, az 1900-ban épült kúria első tulajdonosáról, Magyarország első önálló pénzintézetének, a Pesti Hazai első takarékpénztár igazgatójáról dr. Tóth József emlékezett meg. Ő 52-ben született, és először papnak tanult. De jön a nagy gazdasági föllendülés, és átlovagol a gazdasági életre, a bankszakmába. Képzeljék el, abban az időben Széchenyi, Kossuth, meg mások is mind alapítanak valamit. Gazdasági nagy társulások jönnek létre, ezekhez mind kell a pénz, ahhoz meg kell a bank, és oda jófejű tisztviselők kellenek. És a bíró Zsigmond már 19 éves korában az első hazai takarékpénztárnak az egyik titkára. Aztán éveken keresztül emelkedik szépen a ranglétrán, 89-ben, tehát a század végére már benne van az elnökségbe, és akkor hosszú időn keresztül majd különféle vezető tisztségeket tölt be. És hogy milyen sokféle módon patronálta ő a községet, arra csak néhányat. Hát ugye itt eléggé leromlott állapotban volt az iskola, hogy úgy mondjam. Tudják, hogy a régi iskola ott volt, ahol a mostani, csak nem ilyen szép nagy, hanem csak az a szárnya volt meg, amelyik Dány felé néz. Az is előzőleg kocsma. És leírják, hogy nem is volt olyan könnyű dolog rávenni az akkori községi vezetést, hogy vásárolja meg ezt a házat, és alakítsák át iskolává. Átalakítást követte egy tanítói létszám bővülés is,
És ebbe nagy szerepe volt a bíró Zsigmondnak, aki államsegélyt járt ki a minisztériumba. Közben ő, hát nem csak, hogy a bankban emelkedett, hanem magas kitüntetéseket kapott. Majdnem azt mondtam, hogy kormánykitüntetés, de akkor királyi kitüntetések voltak. Képzeljék el, hogy a legelőkelőbb testületbe, a felsőházba, ahol csak püspökök, meg nagybirtokosok, grófok, stb. Voltak, a bíró Zsigmond tag. És ugye ottan el lehetett intézni egy-két dolgot, Zsámbok javára is. Úgyhogy ilyen szempontból ő majdnem azt mondom, hogy szinte minden évben valamilyen módon anyagilag is főként hozzásegítette a községet a fejlesztéshez. Az ünnepi köszöntőműsort a Zsámboki Kacó napközi otthonos óvoda gyermekeinek karácsonyi előadása nyitotta meg. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Karácsony este van, kint csend van, a hold az ablakon betekint. Lát téged, lát engem, lát bennünket, szereti ünnepi kedvünket. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült el már a karácsony, ha kisült már ide vélem, hadd egyen meg melegébe, jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa, béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra, karácsonyfa, fenyő ága, incsé békét a világra. Az óvodások előadását a Bajza Lenke általános iskola tanulóinak betlehemes játéka követte. Atya Isten, jó estét! Köszöntjük a kisdedecskét! Szegény pásztorok vagyunk, üdvözlünk kis Jézusunk! Épp vigyáztunk anyájunkra, angyal jelent meg számunkra. Azt mondta, világra jöttél, hogy minden embert szeressél. Fejünket mi is meghajtjuk, s ajándékunkat átadjuk. Hoztuk sajtot, bárány, tejet, s örömünket hoztuk neked. A zsámboki idősek tiszteletére megrendezett karácsonyi ünnepséget az 1970-ben megalakult Zsámboki Asszonykórus karácsonyi dalcsokra zárta. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támad, megszületett Jézus a beteg világnak. Elragyog imáron fényességes napja, Isten irgalmánya. Örvend ez az
Úrtól.